Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok, jöjjön egy kis Warframe Live. Plusz 18, a saját felelősségre nézzétek meg ezt a kis összefoglalót, mert ezek őrültek voltak. Szóval, ami történt, ugye, megrendeztünk egy kisebb versenyt a Live-on, Twitch-en. Twitch-en láthatjátok az egész műsort, ami ott volt, a teljes chatfallal, mert kivettem a chatfalat most ebből a konkrét videóból, mert egyszerűen jesszus ti állatok. Szóval rendeztünk egy kis versenyt a srácokkal, akik néztek engem, és kaptam a díjtől a partnerséget cserébe, ugye giveaway platót, amiért rendeztünk el versenyt, plusz volt még általam és karriártal 4 Riven mod, amit ki szerettünk volna osztani, és azokat kiosztottunk is, úgyhogy a Riven modokra a feladat az volt, hogy vicceket kell mesélni, és azt hiszem ezek nagyon gyorsan rájöttek, hogy nagyon szeretem a dark humort, és aztán a legjobb vicceket beíró srác nyerte a Riven modokat, tehát 4-en nyerték meg, úgyhogy Dénes Ádám, Korcmaker, Banderász, nagyon jók voltatok, nagyon über betegek vagytok, azt kell, hogy mondjam. És köszönöm, esküszöm, nagyon rég nevettem ennyit, ennyi hülyeségen, amit be tudtok nyomni. Nagyon jó stream volt annak ellenére, hogy egy csomószor lefogyott a játék valami oknál fogva, kék halált kaptam, mindenféle ilyen dolgot. És mindenkinek mások, aki nem látta a streamet, megesett, hogy hallani fogtok benne plusz 18-as dolgokat, megesett, hogy hallani fogtok benne dolgokat, amik nem feltétlenül szerettek, de semmi sem komolyan gondoltuk. Csak vicc volt az egész. És ezt srácok, nem is nagyon húzzam tovább az időt, élvezzétek a műsort, elképesztően a hülyeség volt. Aki a teljes live-ot szeretné megnézni, akkor Twitch, Necrocream, végén nézheti, hogy annyi hülyeséget ritkán fogtok látni, amennyi lefolyt ezen a live-on, de az nyilván biztos, hogy nagyon-nagyon jó szórakozás volt, annak ellenére, hogy a Warframe sokszor lefagyott, sajnos, de nem baj, ez van, ezt kell szeretni. Nos, srácok, köszönöm a figyelmet, élvezzétek a videót, Twitch, Necrocream, minden vasárnap igyekszem streamelni, nem csak Warframe-t, minden mást is, amit érdekesnek találok, úgyhogy, ja, találkozunk ott, élvezzétek. A legjobb viccet benyomok, az lesz. Adjátok tovább a hírt, ha esetleg új nézők csatlakoznak. Ha meg nem, akkor posztoljátok a Facebook. De én nem, mint tudod, képernyő közepére. Beírod. Riven azt kap, aki jó vicceket mond. Igen, igen. És van még 3, aki toljuk a vicceket, gyere. Van összesen 4 Riven modunk, nyomjátok a vicceket. Ha jó vicceket toltok, akkor kaptok Riven, az meg. Rivennel fizetünk, hogy... Ez az. Komolyan már lassan az... Nem vissz a kocsmába, és lecsapod a Rivent asztalra. Addig iszol, még el nem fogy. Jaj, hát akkor... Ja, ez tök jó, hogy behozunk téged. De ki crash-elsz? Mi addig megcsináljuk a mission. Láttad, hogy bullet jump-ol az opa... akit kimentünk? Én most látom először bullet jump-olni. Én mindig annyira lehagyom, hogy mindig utána teleportál. Hát én most ugye itt vagyok izé, és láttam, hogy bullet jump-olt egyen. Lol. Akkozhatok hozzám játékra, egy bizonyos pontszámot elértek. Stream. Az, hogy kurva sok. Vagy... Nem olyan sok, nem lehetetlen elérni. Nekem az a baj, én mindig eljátszom. Igen, te Kari mindig eljátszom. Szóval mi ez a csirkeframe? Hát ez az embernek az új Deluxe skinje. Kérlek Bár szépen. Lenullázom magam, itt leszünk. Mire néztek? Hát nem fantasztikus. És vagy lenullázom magam, vagy megszerzem az összes. Pontszám időről időre felpattan nektek. Már nem emlékszem, hogy pont kell, vagy 5 vagy 6 ezer pont. Valami 10. Valami ilyesmi. Ha várjál, mindjárt megmondom neked. És... 6000, nem, 10000 kell az, hogy joinolhassz a sajátéba. 6000 egy horrorok lesznek. De akkor addigra viszont már Steamen is barátok leszünk, és a livestreamen részt vehetsz, és együtt játszunk, és a többi. Tehát az annak 10000 pontnak zár. Facebookban látszunk. 10 percenként 10 pont, vagy nem, hogy van, de 10 percenként 10 pont jár, valami ilyesmi. De, tehát jelentkezz, ja, be vagytok jelentkezni, igen. Tehát be kell egyen jelentkezem, és a többi, szóval... Nem tudom, miért hoztam el, mert 66-os enemy kellem, de fessem, hogy én... Ne
japánok terveztek egy nyomozó robotot, ami elkapja a tolvajokat. Be is vetették három országban, Japánban 5 perc alatt elfogtak 100 tolvajt, az Egyesült Államokban 5 perc alatt elfogtak 200 tolvajt, Romániában 5 perc alatt ellopták a robotot. Ó, oh, jó van, oké. Okay. Doki. Sportol valamit? Beteg. A szex számít, Doki. Igen. Beteg, akkor nem. Miért végzett? Minél több ügylet anyagokkal 2 hét múlva a gyűlésen beszámolót tartanak. Valaki eladott 5-öt, valaki 10-et, de a legnagyobb eredményt a dadogós ért el, aki több mint 20 bibliát adott el. Kérdezik tőle, mit csináltál? Azt mondtam, ha nem veszik meg a felolvasó. Dobjál már egy évet, minek? Én nem én vagyok ahhoz. A kukari. Dobnék, de hát... Nem tudom, 4-en vagyunk. Dehogy. Várják kis lúd, egyem a lelkette. Sorty defense! Ó, oh, akkor a kedvetekért hozom az oktáviát. Ez milyen defense? Elbuktuk a küldetést? Igen. Bazd meg, akkor menjünk! Hozzá valami nagyon DPS, hogy haladjunk már gyorsan. Ennél jobban. Ez nagy zöld, rózsaszínűen, sárga, kék és zöld. Ezt előbb láttam vicces vicceken. Igen, ezt most... Ja, jó, értem én, de azért van egy határ, amit nem olvashatok föl lába, jó? Az a rasszista poén? Igen. Hallod, Nekro? Az apukám nagyon fontos ember. Van 3 repülője, 5 helikopterje és 7 autója. Miért? Mi az apukád? Körhintás. Hát ez nagyon szar. Ez tetszik, ez jó van. Dark humor belefér, hogyne, az egyik kedvence. Bármilyen ilyen sötét humorod van. Mi a szarin és elesi? Kusod. Dark humor, hogy ne férne vele, ne vicceljetek, nem? Úgy lesz ki 60-as szintnél meghal a szálin DPS. Bármi meg az ilyen, nem tudom, tehát az ilyen rasszistizőket mellőzzük már. Viccesek, tényleg viccesek. Nem szeretném senkit megsérteni, mert előbb-utóbb kiköt YouTube-on is. Most itt csak páran nézzük, érted? Megint nem lesz family friendly. Nyugodtan be lehet küldeni, mert YouTube-on nem fog látszódni. Tehát úgy van meg, hogy nem fog látszódni. Miért nem tudnak az árvák baseballozni? De nincs a baseball. Tudják mi a hazafutam úgyis. Oké. Oké, jó van, ez ott volt a szere. Nekro, mi a különbség a Mikulás és a tiédet? Kisúgy, ki fognak bannolni TS-ről. Olyan van, hogyha nem fejezed be, ki fognak bannolni TS-ről. Jó, akkor a rasszistás poénokat mellőz. Hogyan járt a postás a nász éjszakáján? Na. Kézbesült. Milyen gyorsabb a fésebességnél már lesz egy gyerek ebédjegyel. Két kígyó közül vagyok a boxoló. Balboa? Ez is kurva. Hát ez sorozva az meg. Ádámon tiéd sem volt rossz, de ez a Balboa, ez nagyon szar. Hát akkor egyszer. Peci, ez kiége. Nem, a Coursemaker tanulmányt is felírtam. Ez nem volt rossz. Azt a kurva. Na hát, azt mondom, ebben a sorrendben Dénes vezeti azt. Ez nagyon dark humor volt, de a Balboa utána. Az is olyan rossz, nem szerem. Ja, Viktor. Mi a szűzhártya mértékegysége? Porsche? Azt a kurva! Ez olyan, de jó van ezek az. Nekro? Mit tennek mi Ábrosz? Várj, mi lesz itt Ramon, neki vagy a fának Porsche, azt fágom, azt ismerem. De mi a szűzhártya mértékegysége, Korszméker? Egy volt. Ja, egy volt, ja, úristen, basz. Akkor Korszméker vezet 2 vicc. Hogy a szám, hogy a Jimmy a golyókat fejben? Ja, Nekro? De rossz. Nem, vannak nekem ilyen nagyon szar vicceim, figyeld. Ja, már írja Google-be szar viccek.
Nem! Figyelj, én gépelem a csetet. Ember elmegy az orvoshoz. Uram, ez babonás? Nem, miért? Helyes ment ezen túl, csak bal lábbal tud felkelni. Ja, mit kapott a kézükkel is ez karácsonyra? Kezdjük, vicceltem ki, se tudta bontani. Várjatok, olyan gyorsan külditek a vicceket, de nem tudom felolvasni. Mi a legjobb fogamzásgátló? A reggeli smink mellőzése? Nem, ez kurva nagy volt. Hülyék vagytok, bazza. Idióta van. Megkérdezik, mennyi az évi fizetése, ki az az évi. Oké, jó. Adjuk. Ó, bazza. Ne drogok. Igen. Mi az? Se kezes a lába, mégis felmegy a padlásra. No. Ügyes nyomorék. Baszik, nem tudom, hogy bajotok van, de... Miért nem jön ki tavasszal a medve ballagjával? Nem meg. Jó van, oké. Szóval miért nem jön ki tavasszal a medve ballagjából, mert megdöglött? Baszik, rassítsátok már le, hát nem bírom el. Hogyan szedett ki a csöcsöt a túlnyúzből ki? Bozd meg. Banderas, ez bozd meg. Mit a Kortzvékernek a viccet olvasnátok már el, mert ez nagyon durva. Ezt egyszer nem akarom beolvast. De simán adok neki még egy pontot. Ez egyszerűen nagyon durva. Már ezt megkérdezem. Kari, mit én Rákosi Efter megsimogatja a lámpást? Eljön a zsín. Mit kívánsz, kis gazdám? Kisnedve az anyát, pofájjak. Ez régi vicc, szóval. Hú, bezzel, ez a kíró kisgyereges, ez oda baszol. Ez most jutott eszem, és nem tudom, hogy hol van. Korszéker, bezzel, te hajtam fel. Jó vagy, baszak. Azt a kurva. Ez így a miért kapott. Adok erre egy pontot, de ez kurva durva volt. Miért nem nyernek a mexikai olimpiát? Aki már tud ugrani meg úszni, az már átment a határa. Tényes, oké, ez jó volt. De azt a...